Az én feleségem elolvasta a receptet. Hozzak rakta, Pascal? Nem vérzik. A feleségem szétszedi a csirkét. Jó. Hát ez fantasztikus, te. Lesz ebből videó szerinted? Hát remélem. Hát én is. Nem lesz, hogy érzed? Nem lesz. Majd meglátjuk. Hát így jársz, amikor nem hallgatsz. Tudok, tiszta konyhát kell tartani, amikor főzöl. Gordon Ramsay leordítja a fejed. Most nem hívtuk meg. Nincs itt. Sziasztok! Én is tudok. A víz? Sziasztok! Sziasztok! Ma mit főzünk? Ma egy mexikói ételt főzünk, és úgy gondoltuk, hogy megosztjuk veletek. Nemrégen voltunk Mexikóban, és vettünk pár dolgot, aminek kezd lejárni a szavatossága. És már muszáj megfőzni őket, és gondoltuk, ha már főzünk mexikóit, akkor megosztjuk veletek. És a mexikói videók majd december első két hetében jönnek, várjátok. Mit főzöm, milyen mexikói ételt? Csirkés enchiladát mole szósszal. Mole az egy ilyen itt van. Mogyorós, csokis és paprikás szósz, ami nagyon finom, és a csirkéhez nagyon-nagyon jól megy. Ez itt ancho paprika. Ezt fel kell melegíteni, hevíteni a cserpenyőben. Aztán az összes összetevőt hozzátenni ehhez, átmixelni, és mit kell még csinálni? Nem tudom. Jó van akkor. Egy pillanat, a feleségem elolvassa a receptet. Ez egy eredeti mexikói recept. A recepthez csirke comb kell. Böl nélküli és kicsontozott csirke combot megfőztük előre a vízben, amiben volt só, hagyma, valamint zellerszál. Mert a pontos arányokat megtaláljátok a videó alatt. A lére is szükség van, amiben fűrt a csirke. Azt le kellett szülni, és azt eltettük, majd később felhasználjuk. Igen, ez nagyon alakban úgy megy, hogy meg van főzve a csirke, az a lé, amiben megfőtt, az fel van használva még melegen a turmixgépbe, az összes hozzávalóval. Utána össze van turmixolva, az a lé, az a mole szósz, amit még egyszer átsütünk. A mexikói italok közül sokan ugye a tekilát is velik. De ez nem az, ez a mezcal. Ez füstös. Nem, a tekila nem füstös. Ugyanabból a kaktuszból van. Az agáve kaktuszból csinálják mind a kettőt. Mint a tekila. És ez majdnem olyan, mint a pálinka, ez 42,5%-os. Egészségedre. Egészségedre. Mi már ilyen mole szósz többször ettünk Mexikóban. Jó az illata, Majd. Nem is tudom. Édeskés. Igen. Érzed az illatát? És ez nem paprika illata. Nem. Inkább olyan, mint az őrölt fűszer paprika, nem? Az édes őrölt fűszer igen, paprika. Igen, de ez jó édes. A másik paprikát kérem. Köszönöm. Ja, ez most már jó képlékeny. Tele van maggal. A maga az cheap itt-ott, úgyhogy azt általában kiszokás venni, akkor is, hogyha összemixeljük. Tessék. Szuper. Mazsola. Így? Bárhogy, igen. És várunk 20 percet. Hogy megtagadjon mindkettő. Elmúlt a 20 perc, és most mit kell csinálni? Ebbe beletenni még a maradék cuccokat, és össze tud még szólni. Oké. Mogyoróvaj, csirke... Koncentrátum? Ez a mole szósz. Akkor túlmixoljuk? Hát jó.
Fantasztikus az illata. Elhiszem. Olyan paprikás, kicsit mogyoros, ugye? Nagyon jó. Mi a következő lépésünk? Hát beleöntjük ebbe, nem? Igen? Nem kell alá olaj először? De kell. És nem kell előre felmelegített serpenyő? De, az is kell. Készen van az olaj, az illatáról már lehet tudni. Na és akkor ezt bele kell tölteni úgy, hogy ne égjen le. Beledukáljuk egy kicsit, és aztán adunk hozzá csokit, és végül is kész. Ezt a szószt kicsit hagyjuk kihűlni. Szétszedjük a csirkét, és hozzá keverjük a sajtot. Besűrítettük a szószt, és most már megy hozzá a csoki. Még pár percig főzzük, és utána hagyjuk lehűlni, ugye? Igen. Kicsit csokis, mogyoros, paprikás. Nagyon finom. Amíg a szósz hűl, addig szétszedjük a csirkét. Addig az én kedves, gyönyörű feleségem szétszedi a csirkét. Aprónak kell lenni? Hát jó. Ezt amúgy villával szét kéne tépni. Olajban kisütjük a tortillát. De csak úgy 10-20 másodpercig, hogy képlékenyebb legyen a kukoricatortilla. Aztán a 10-20 másodpercig megsütött tortillát rátesszük szalvétára, ugye? Egy hőálló edénynek az aljára körülbelül egy csészényit teszünk. Kisütjük a tortillát. Tehát összesen 10 másodperc is sütjük. Nekünk kétféle színű tortillánk van. De ezt nyugodtan lehet bármilyen színűből és egyféléből is. Meg az utolsó tortilla. Most mi a? Ebbe belemártjuk ebbe a cuccba. Cuccba? Nem. Igen. Kivesszük, beletesszük a csirkét. Szemmelézése? Igen, úgyhogy eloszlodjon a tortillák közt. Így? Igen, és jó szorosan felcsavarjuk. Mint a palacsintát. Fel kell önteni teljesen a maradék szósszal. Rá kell szórni a sajtot. És betenni a sütőbe 10 percre. És megy be a sütőbe 10 percre. És elkészült a mole és csirke enchilada.